A nyár mindig kritikus időszaknak számít a véradás szempontjából. Ennek fő okai a szezon munkák és a hőség, a munkahelyi véradásokat pedig a szabadságolás befolyásolja. Egy donor évente többször is adhat vért, legkevesebb azonban 56 napnak kell eltelni két alkalom között. Fontos tudni azt is, hogy a véradás nem olyan, mint a vérvétel. Nyugodtan lehet előtte enni és inni. 18 és 65 év között minden egészséges felnőtt jelentkezhet donornak, ha eléri a test súlya az 50 kg-ot. Az idei nyáron országos szintű nyereményjáték is indult a véradás népszerűsítésére. Nyári feltöltődés, tölts fel másokat, adj vért című kampányt indított a Vöröskereszt az Országos Vérellátó Szolgálattal. Egyrészt ezzel próbáltuk felhívni a figyelmet a nyári véradás fontosságára, és megtartani a véradó donorokat. Másrészt mindenféle fesztiválhoz, nagyobb eseményhez, falunaphoz próbálunk kapcsolódni, és terven felüli véradásokat is beiktatunk, hogy azok, akik nem tudtak elmenni, vagy mégis kedvet kapnak hozzá, akár ott a helyszínen is, akkor ezt meg tudják tenni, és tudjanak segíteni. Ahhoz, hogy zavartalan legyen a vérellátás, és nem mondjanak le műtéteket, Nyíregyházán és vonzás körzetében heti 195 véradó szükséges. Ez a szám megyei szinten heti 500. Idén nyáron azonban volt, amikor ennek a számnak a 35%-át is alig érte el a donorok száma. A véradást a hosszan tartó hőség is negatívan befolyásolta. A nyári időszakban ugyanúgy, ahogyan az ország más területén is, Szabolcs megyében is elmaradtunk a tervektől. Nyilván a munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a donorokat elérjük is, hogy ott tudjanak lenni a véradásokon. Minden héten, minden nap van véradásunk. A véradás.hu weboldalon mindenki tud arról tájékozódni, hogy éppen melyik településen vannak olyan véradások, ami a lakóhelyéhez közeli el tud menni, meg tudja ezt valósítani, akkor ha éppen a saját településén most az adott időszakban nem volt. A területi vérellátó szolgálat munkatársai minden nap várják a donorokat. A Vöröskereszt legközelebb pedig idén első alkalommal a Vidor Fesztiválon is biztosít véradási lehetőséget. Augusztus 26-án és szeptember 1-én a Váci Mihály Művelődési Központ biztosítja majd a helyszínt.